Két évvel ezelőtt még senki sem gondolta volna, hogy Európában háborús helyzet alakulhat ki. A béke és biztonság, ami korábban természetes volt, ma már törékeny. Ezért most különösen fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a haderőfejlesztésre, hogy adott esetben minden rendelkezésünkre álljon, hogy megvédhessük országunkat. Erről beszélt Guillaume Gábor, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Ezt a szomszédunkban zajló háború nagyon határozottan cáfolta, hogy sajnos a háború az még mindig nem került ki a vitarendezés eszköztárából itt, a mi tájékunkon se, ezért aztán a talán nem kellő figyelmet kapott hadseregek, honvédségek is most egy újraépítését kell végrehajtani minnyájunknak, ami igazán nagy kihívást jelent. A szakpolitikus szerint a haderőfejlesztés három kritikus eleme a technika, az infrastruktúra és az ember. Ezek megoldására a minisztérium már kidolgozta a megfelelő terveket, jól haladnak a korszerűsítéssel. A toborzás is minden várakozáson felül halad, ugyanis a sorkatonaság óta nem sikerült még ennyi fiatalt bevonzani katonának, mint most. 10 éves távlatot tűztünk ki célul, hogy az elképzelt, a vágyott haderőképet elérjük. Ennek a humán részét, szerződéses, tartalékos részét is sikerült lemodelleznünk, hogy évről évre mekkora létszámmal kell nőjön a Magyar Honvédség ahhoz, hogy a kellő védelmi erőt tudja képviselni. Magyarország a haderőfejlesztésre a tervek szerint 2023-ban 842 milliárd forintot szán.